Önök a Líceum televízió adását látják. Szeretettel köszöntöm Önöket innen a Líceum televízió stúdiójából, ahonnan ismét Eszterházy körképpel jelentkezünk. Fogunk beszélgetni két közelgő kiemelt eseményről, no meg a helyszínről is jelentkeznek összeállítással kollégáim. Magyar Tudomány ünnepe nagyszabású megnyitó a Líceumban. Gólya Bál november 20-án közel 1000 hallgatót várnak a bálozók sorába. Roma Cooking Night, hagyományos roma ételeket kóstolhattak a hallgatók. Folytatjuk a részletekkel, tartsanak velünk! Novemberben a tudományt ünnepeljük. A Líceumban szervezték meg a Miskolci Akadémiai Bizottság ünnepi ülését és az Eszterházy Károly Egyetem szervezésében a Magyar Tudomány ünnepe programsorozat megnyitó konferenciáját. Ez alkalomból a következő hetekben az érdeklődők több mint 40 tudományos programon vehetnek részt. November 3-a a Magyar Tudomány ünnepe. Ezen a napon ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság részére, így ez a nap előtte tiszteleg. Azonban az évek során a jeles napból egy teljes hónap lett, így már évek óta november folyamán előadásokat, kiállításokat és könyvbemutatókat rendeznek a hazai intézmények és egyetemek. A Miskolci Akadémiai Bizottság ebben az évben az Eszterházy Károly Egyetemet választotta a Magyar Tudomány ünnepe regionális bizottsági ülésének megtartásához, amelyet ezentúl területi jelleggel minden évben más-más intézményben fognak megtartani. Az elnöki köszöntőkön túl díjátadás a fő program. Ugye a MAP három típusú díjjal rendelkezik, MAP emlékére, MAP kitüntető tudományos díj, illetve MAP tudományos díj. Ez utóbbit fiatal, 40 év alatti tudományos fokozattal rendelkező kutatók, illetve művészek kaphatják meg. És a hagyományokhoz híven két díjazott fog előadást tartani. Az esemény Enrázsi Botond, Egerváros polgármestere kiemelte, hogy soha nem volt még ekkora szükség a tudományra. Majd Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora is köszöntötte a megjelenteket és hangsúlyozta, hogy szerinte a tudomány a legszebb ünnep, és az egyetemeknek össze kell fognia, jó baráti viszonyt ápolni és együtt kutatni. A díjazottak előadásai után a délután folyamán szintén egy, az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Tudomány ünnepe alkalmából szervezett megnyitón vehettek részt a megjelentek. Itt Rósz András, a Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke mondott köszöntőt. Előbb egy nap volt a tudomány ünnepe, majd egy hét lett, ma már gyakorlatilag novemberben a tudomány ünnepeljük. Hogyan lehet a tudomány ünnepe? Meggyőződésem szerint két módon. Az egyik, hogy tudományos előadásokat tartunk, többet, mint általában, és ezeken a tudományos előadásokon terjesztünk a tudományt, az új eredményeket. Ez az egyik lehetőség. Hát a másik lehetőség az, hogy a tudományt művelőket is megünnepeljük, és a tudomány művelőinek díjakat adunk át elismerésként. A mai napon, majd délelőtt mind a két dologra sor fog kerülni. Az eseményen az új nemzeti kiválósági program díjazottjainak ösztöndíjait adták át. Az egyetem két legfrissebben habilitált doktorának előadásai zárták a délutánt. Az elkövetkezendő egy hónap során több tudományterületen közel 40 tudományos programot rendeznek az Eszterházy Károly Egyetemen, amely kiemelt jelentőségű, hiszen az egyetem életében fontos az utánpótlás nevelés és a fiatal tudósok képzése. További információkat a programsorozatról és a programokról az egyetem honlapján találhatnak az érdeklődők. Köszönöm.
Kitárul az élménysuli, így is fogalmazhatunk akkor, amikor az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájának nyílt napjáról esik szó, mert hogy nyílt napot szervez novemberben az intézmény, ahová nem csak a leendő elsősöket várják, hanem a szülőknek is megkönnyítik a döntést iskola választása előtt. Szeretettel köszöntöm Vincéné Sóstünde és Bátori Gabriella igazgatóhelyettes asszonyokat. Azt gondolom, hogy jócskán van miről beszélnünk. Az talán nem említettem még, hogy az élménysuli mit is jelent konkrétan. Ezt sokan már tudják, akik a gyakorló berkein belül tájékozottak, hiszen a komplex alapprogram égisze alatt egy teljesen új vadonatúj módszer került bevezetésre nem is olyan régen. Kezdjük talán ezzel, hogy milyen módszerről van szó. Nagyon örülünk, hogy az egyetem ránk gondolt, amikor erről a programról szó esett, hogy mi lehetnénk az a bázisiskola, ahol ez a program első között beindul. Évek óta folyik már az egyetemen a munka, az itteni oktatók és a gyakorlóiskola pedagógusai együttműködésében, hogy találjunk ki egy olyan újdonságot, egy olyan új módszert, ami megfelelően alkalmazkodik a kor kihívásainak. Nagyon jól tudjuk, mint pedagógusok, hogy ezek a gyerekek már másabbak, mint amikor mi 20 évvel ezelőtt végeztünk, és ott egy másabb impulzust érő, más közösségben növekedő gyerekekkel kellett dolgoznunk. Most már a körülöttünk lévő világ is felgyorsult, és nem maradhatunk a 20 évi módszereink mellett, hanem igenis meg kell újulnunk. Tudjuk, hogy ez van, akinek problémát okoz, de én abba bízok, hogy olyan pedagógusok vannak a pályán, akik mindig látják, hogy meg kell újulni, és nem sajnálják az energiát, nem sajnálják az időt, és igenis veszik a fáradtságot az új módszerek elsajátításába. Itt az a célunk, hogy a változatos módszerekkel, elsősorban a játékosság bevitelével úgy okítsuk a gyerekeinket, hogy szinte azt észre sem veszik, hogy ők tanulnak. Tapasztaljuk, mivel mondtad, hogy már mi bevezettük, hogy a gyerekek úgy mennek haza az iskolából, kérdezik a szülők, mit csináltatok, játszottunk. Ennek mi nagyon örülünk, csak akkor izgulunk, hogy a szülő nehogy azt gondolja, hogy ott nem folyik esetleg egy komoly oktató munka, és azt gondolja, hogy a gyerek egész nap játékból áll. Nem, ez tényleg a gyerek úgy érzi, viszont mi olyan játékokat állítottunk össze, raktunk csokorba, ami fejleszt, képez, és el fogja juttatni oda őket, majd a későbbiekbe, hogy esetleg 8. után oda abba az intézménybe mehessenek tovább, ahova szeretnék, és ha tovább tekintünk, akkor majd mikor pályaválasztás előtt állnak, olyan képességekkel legyenek felvértezve, amit a mai vállalatok, cégek elvárnak egy munkavállalótól. Itt értem azokat a kompetenciájukat, hogy legyen egy jó probléma megoldó munkatárs azon a munkahelyen, vagy akár vitakészsége olyan legyen, hogy a többi társával fel tudja venni a problémának a megoldási lehetőségeit. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút nyitottak vagyunk a mai kor elvárásai felé. És ha jól értem, akkor itt nem kizárólag a lexikális tudásfejlesztéséről és bővítéséről van szó, hanem a kompetenciákéről is. Én azt gondolom, hogy ezen van a hangsúly. Tehát a lexikális tudás bővítésével eddig sem volt probléma az iskolákban. Csak egy picit a hangsúlyt mi a kompetenciák felé szeretnénk fordítani, vagy vinni, mivel tapasztaljuk, hogy akár mostanában a felmérések, különböző vizsgálatok során nem azt kérik a gyerekektől, hogy az évszámokban különböző költők, írók életrajzában mennyire vannak otthon, hanem egy probléma helyzet elé állítják őket, amit meg kell oldaniuk. És mi ezt szeretnénk a fókuszba helyezni, ez az elsődleges feladatunk. Természetesen nem csorbítva, ami az általános intelligenciához és általános ismeretekhez szükséges információkat, mi is el fogjuk sajátítani a tanulóinkkal. És azt gondolom, a gyakorló ebben mindig is élenjáró volt. Tehát én pedagógusként 26-7. Éve vagyok már az iskolába. Előtte mind diák működtem. És akkor is ugyanúgy az újdonságokban benne voltunk, ugyanúgy kipróbáltunk nagyon sok mindent, és azt gondolom, hogy az ott tanuló diákjainknak mindnek előnye származott ebből a nyitottságból. Mennyire igényel rugalmas hozzáállást a pedagógusok részéről, és mennyire sikerült gördülékenyen eddig legalábbis a bevezetés? Mi a tapasztalat? Hát én úgy gondolom, hogy a gyakorlóiskola pedagógusai, mint ahogy Tünde is elmondta, nagyon nyitottak minden újra, minden változásra.
továbbképzéseken vettünk részt június folyamán minden pedagógus, ahol mindenki megismerkedhetett az új módszerekkel, elsajátíthatta ezeket, és nagy örömünkre szolgál, hogy szeptemberben mindenki nagy lelkesedéssel látott neki a kipróbálásnak, hogy akkor ez hogy működik a gyakorlatban. Különböző munkaközösségi műhelyfoglalkozásokat tartunk, megbeszéljük a tapasztalatainkat, hogy mi az, amit leszűrtünk a továbbképzésekből. Ez azért is érdekes, mert ugye a komplex alapprogram bevezetése ugye az általános iskola alsó tagozatára és felső tagozatára vonatkozik, de a gimnáziumi tanárok is úgy érezték, hogy talán nekik is meg kéne próbálni adaptálni ezt a módszert, hiszen nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amivel valóban ezt a kompetenciafejlesztést, a készség- és képességfejlesztést, a differenciált osztálymunkát sokkal hatékonyabban tudjuk ellátni, és sokkal hatékonyabb órákat tudunk tartani. Úgyhogy így mind a alsó tagozatban, mind a felső tagozatban, mind a gimnáziumban lehetőségeinkhez mérten, illetve a tanórai keretekhez mérten megpróbáljuk ezeket a módszereket alkalmazni, és a diákok visszajelzéséből eddig úgy tűnik valóban még a gimnáziumban is, hogy jót játszottunk az órán, pedig nagyon-nagyon sokat tanulnak, nagyon-nagyon sok olyan készség és képességre tesznek szert, vagy fejlesztődnek, amiket Tünde is említett, az együttműködő készség, kooperatív, a vita készségük, és nagyon-nagyon hasznosnak érezzük ezt a programot. Azt gondolom, hogy fontos volt egy kicsit erről is szót ejtenünk még a nyílt nap programjára kitérve az előtt, mert hogy a szülők meg a leendő elsősök így legalább egy teljes képet kaphatnak arról, hogy milyen szemlélet is uralkodik abban az intézményben, ahová betoppannak november végén, és akkor itt kanyarodjunk vissza a programokra. Szülőknek és leendő elsősöknek is készül az intézmény programokkal. Mik ezek? Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ellátogassanak hozzánk, mert azt gondolom, hogy hiteles információt az iskola épületén belül tudnak szerezni a pedagógusoktól, diákoktól. Minden évben megrendezzük a Hívogat az Eszterházi rendezvénysorozatunkat, és ennek lesz az első nyitó része november 24-én, szombati napon 10 órától a Hívogat az Eszterházi. Ez egy ilyen játékos, szórakoztató két órás összejövetel, ahol gondoltunk a gyerekekre, gondoltunk a szülőkre is. Gyerekekre abban gondoltunk, hogy nekik játszóházat, idézőjeles játszóházat, különböző foglalkozásokat mutatunk be. Felvisszük őket a laborunkba, ami tudva lévő, hogy a városban egy nagyon jól felszerelt és jól működő labor, ott látnak varázslatokat, pedagógusaink olyan trükköket tudnak, hogy én magam is tátott szájjal szoktam nézni, hogy egyszerű háztartási dolgokból milyen csodákat varázsolnak a gyerekek elé. Lesz angol nyelvi játszóházunk, lesz kézműveskedésünk, és nem felejtjük el a szülőket, nem hagyjuk magunkra, megkértük fejlesztő pedagógusunkat, hogy ő meg tanácsokkal próbálja már meg segíteni a szülőket, hogy hogyan tudják a legmegfelelőbb iskolát, vagy legmegfelelőbb pedagógust kiválasztani a gyermeküknek. Mert tudjuk, hogy Egerben rengeteg iskola van, nagyon jó iskolák vannak, nagyon eltökélt, elhivatott pedagógusok vannak, de nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz a pedagógus személyiség, ugyanaz az iskola, ugyanazt a hatást, ugyanazt az eredményt el tudja érni. Tehát itt a szülőknek a gyermekismeretükre nagyon hagyatkozni kell, és meglátják, hogy nálunk mit kaphatnak, és ha ők úgy érzik, hogy ez összhangban van az ő gyermekük elvárásaival, természetével és az ő elvárásaikkal, akkor szíves figyelmükbe ajánlom a gyakorlóiskolát. És azért amellett se kell elmenni, hogy manapság divatos ugye azt mondani, hogy a kisgyerek választ. Tehát sok szülő úgy van, hogy körbejár több iskolát, és akit a gyermeke szimpatikusnak, vagy amelyik iskolát szimpatikusnak, amelyik tanárnénit szimpatikusnak találja, ugye úgy döntenek. Én azért itt a szülőktől azt mindig szoktam kérni, hogy ez egy nagyon felelős döntés. Itt általában 8 évre, a mi esetünkben lehet, hogy 12 évre döntenek, hogy itt azért úgy kell a gyermeket irányítani, hogy a felnőtt tapasztalata és a gyermek érzései találkozzanak. Elhangzott nem egyszer, hogy a Hívogat az Eszterházi már hosszú évekre visszanyúló sorozat, illetve minden évben várja szülőket az intézmény. Azért ilyenkor már biztosan összegyűlnek egy csokorba tapasztalatok, hogy elsősorban mikre kíváncsiak ilyenkor a szülők, milyen kérdések hangzanak el, mire kell tehát felkészülni ezen a napon.
Hát a Hívogat az Eszterházi programsorozaton, hogy a szülők elsősorban a tanítónénére kíváncsiak, ugye ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy ilyenkor megismerhetik a leendő osztályfőnököt, beszélgethetnek vele, szeretnék tudni azokat a módszereket, amivel a gyerekeket oktatjuk. Szeretnék, hogyha például kiemelt nyelvoktatást megvalósítunk-e, és ebbe a gyakorlóiskola nagyon élen jár egészen első osztálytól kezdve, hogy az angol nyelvet emelt óraszámba oktatjuk végig. Ez a mai világban egyre fontosabb, mi ebben nagyon-nagyon hamar léptünk annak idején, és az idő minket igazolt. A másik, amiben nagyon nagyot léptünk, és ami nagyon-nagyon népszerű, az éppen a természettudományos tagozatunk. A természettudományos tagozatról is elmondható, hogy egyre több szülő érzi, úgyhogy valóban majd a későbbiekben azért a mérnöki hivatásban, műszaki hivatásban fogja a gyereke meglátni a jövőjét, és hogy ezt már kisiskolás kortól, elsős kortól hogyan lehet beleplántálni, hogy ne féljen ezektől a tárgyaktól, hanem valóban a laborba játékos körülmények között ismerkedjen meg a természettudományokkal, hogy mire aztán felső tagozatba vagy gimnáziumba kerül, addigra természetes legyen neki a együttműködés, a páros munka, a kísérletezés, hogy majd később esetleg életcéljának is ezt, vagy élethivatásának is ilyen területet tudjon választani. Azt gondolom, hogy nagyon fontos arról is szót ejteni, részint érintőlegesen elhangzott, 12 évre is választhatják akár ezt az iskolát a szülők, meg a kis leendő elsősök. No meg, én még a kettes iskolába jártam, és létezett négyes iskola is, most már nem, most már Eszterházi gyakorló létezik, két épülettel egy hatalmas intézményben várják a pedagógusok a gyerekeket. Azért ez egy hatalmas vállalás, hogyan lehet a teljes vertikumát megmutatni a képzésnek? Több alkalom is szükséges nyilvánvalóan hozzá, most hogyan fog ez kinézni a következő hetekben, hónapokban? Természetesen én az általános iskolai részről el szeretném mondani, hogyan alakul a program. Hát november 24-én nyitunk, ahogy említettem, az lesz ez a nagyszabású tájékoztató sorozatunk, de évekkel ezelőtt kitaláltuk azt is, hogy itt olyan közelebbi kapcsolatot még nem tudunk a szülőkkel kialakítani. Tehát igazából itt tájékoztatunk, ugyan tehetnek fel kérdéseket, válaszolunk, de kellene lehetőséget adni arra, hogy jobban, személyesebben tudjunk beszélgetni. És erre találtuk ki, hogy az év folyamán többször délutáni alkalmakkor, tehát munkaidő után, amikor már mindenki jobban ráért, 5 óra magasságában ilyen kis foglalkozásokat szervezünk. Ez is úgy fog kinézni, hogy a gyerekek játszani fognak leendő tanítónénével, nagyon jól érzik magukat, és amit említettük, ez a játék, ez mindig ilyen burkolt játék, mert olyan játékokat mutatunk, amik nem öncélúak, nem csupán az élményszerzés, tehát az is nagyon fontos, nem csak azt szolgálják, hanem azáltal mutatunk olyan mintát a szülőknek, hogy otthon, ha esetleg tapasztalnak valami pici lemaradás gyermeküknél, azt veszik észre, hogy a szomszédom kisfia vagy kislánya ezt már jobban csinálja, az enyémnél esetleg gond lehet ez, vagy nem gond, és tudunk olyan játékokat mutatni, amit ha ő otthon is gyakoroltat a gyermekével, akkor mire elkezdődik szeptemberben az iskola, semmilyen hátránya, semmilyen problémája nem lesz a többiekkel szemben. Tehát ilyen kis foglalkozásokat tartunk többet is az év folyamán. Ebben az évben, ebből is az első lesz december 11-én, ez egy keddi nap 5 órakor, és oda várjuk a szülőket és a gyerekeket, és megpróbáljuk nagyon finoman már akkor így elválasztani őket. Tehát azt tapasztaltuk, hogy első alkalommal a gyerekek nagy részénél ez az elválasztás sikerült, gyerekek elmentek játszani, a szülőkkel pedig beszélgettünk. Tehát megint olyan problémákat hoztunk fel, hogy mit tapasztalhatnak, mi lehet a gond az iskola és a óvoda közti átmenetbe, és akkor mi próbálunk erre szakmai segítséget nyújtani, hogy még az elkövetkező időben ezt hogy tudják áthidalni. Tavalyi év nagyon érdekes volt, mert abszolút látszik az, hogy a gyerekek hogy szoknak hozzánk. Tehát nem 100%-ig, de nagy részben ugyanazok a gyerekek jöttek vissza foglalkozásról foglalkozásra, és amíg az első foglalkozáson tapasztaltuk azt, hogy ő anyukájával szeretett volna lenni, jó. Oda ment, ott volt vele, vagy anyuka jött a foglalkozásra, addig az utolsón úgy jöttek hozzánk már, mint akit 1000 éve ismernek. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a beszoktatási idő szempontjából is nagy jelentősége van, tehát a szeptemberi évkezdés szempontjából is. És akkor ezek a kis foglalkozások menni fognak az év folyamán, és ne felejtsük el, hogy azért nyílt napot is fogunk tartani, az majd a
február magasságában, ahol mind a két épületünkben órákat nézhetnek a szülők is, és a gyerekek is. Azért az egy olyan igazi iskolai szituáció, ahol meglátják, hogy az a tanítónéni tényleg olyan aranyos-e, tényleg olyan kedves-e, mint ahogy azon a kis játszóházon tűnt nekünk, és akkor felelős döntést úgy, én azt gondolom, hogy jobban tudnak hozni ez ügyben. Ennél sokkal többet azt gondolom, hogy már egy oktatási intézmény nem is tud nyújtani egy leendő elsős számára, illetve a szülők számára. Meg lehet-e fogni, fogalmazni, körvonalazni, hogy milyen profilja van már felső tagozatban és középiskolában a gyakorlónak? Azért azt gondolom, ez is fontos, hiszen egy olyan perspektívát mutat már pici korban az elsősöknek és a szülőknek, ami irányadó és iránymutató lehet. Azt gondolom, hogy igen, meg lehet fogalmazni. Ugye már említettem is, hogy kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelvi képzést, ugye első osztálytól kezdve. Ehhez aztán a hatodik évfolyamtól a kisgimnáziumi képzésünk kapcsolódik, ahol már nagyon-nagyon magas óraszámba, ugye heti 7 órába tanulják az angolt, pontosan azért, hogy minél hamarabb emelt szintű érettségit, nyelvvizsgát szerezhessenek a gyerekek, ami nagyon-nagyon fontos a továbbtanulásuk szempontjából. Ebbe a kisgimnáziumi képzésbe, ez egy tehetséggondozó évfolyam, mindig viszonylag alacsony létszámmal, tehát ilyen 20-20 fős létszámmal indítjuk az osztályt, pontosan azért, hogy a legtehetségesebb gyerekeinket kiválasztva ezekbe az osztályokba fel tudjuk venni, és hogy kiderüljön a 7.-8. év folyamán, hogy ők miben valóban a legtehetségesebbek. Tehát a 7.-8. év folyam arról szól a kisgimnáziumban, hogy megnézzük, hogy kiben mi rejlik, és azt megkeressük benne, hogy aztán 9. év folyamtól célzottan az ő továbbtanulásuknak megfelelően tudjuk őket fejleszteni. A kisgimnáziumi képzésünknek a nyílt napja az jövő héten, november 16-án lesz, 10 órakor, pénteki napon, úgyhogy oda várjuk nagy szeretettel azokat a szülőket és gyerekeket, akik a városba érdeklődnek ez iránt, a képzés iránt. Olyan gyerekeket várunk, akik kifejezetten jó szorgalmú, jó tanuló, tehetséges gyerekek. Igazság szerint a lényege az ennek a képzésnek, hogy valamiben tehetséges legyen. Tehát olyan diákokat várunk, akár a természettudományok, akár a társadalomtudományok terén tehetséges gyerekeket. Ez a kisgimnáziumi képzésünk. Aztán erre épül rá a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünk, kapcsolódva az általános iskolás képzéshez, hiszen a kiselsősöknél is ének tagozatunk van, természettudományi tagozatunk van, angol tagozatunk van, ugyanígy a gimnázium is kapcsolódik ehhez. Tehát a gimnáziumi képzésünk is nagyon széles palettán mozog. Van a művészosztályunk, a művészosztályunkban 2 művésztagozatot indítunk, az egyik a már említett énektagozat, azt hiszem, hogy már nagyon sokan ismerik a városba, nagyon kimagasló eredményeket elérő, gyönyörű, hangon éneklő fiataljaink vannak a gimnáziumi kórusunkban, úgyhogy az énektagozatra nagy szeretettel várjuk a 4 évfolyamos képzésre azokat a diákokat, akik vágyat éreznek arra, hogy ők valamilyen előadói pályára szeretnének esetleg később menni, vagy csak egyszerűen olyan irányba szeretnének tovább tanulni, akár az egyetemünkön is, hogy óvónőnek, tanítónőnek, ahol az egy nagyon fontos ugródeszka, hogy azért a énekből megfelelő képzést kapjanak, és nálunk erre minden esélyük megvan. A művészosztályunknak a másik része az a rajztagozat, ami szintén egy nagyon népszerű és nagyon jól működő tagozat. Fantasztikus együttműködés van a rajztanszékkel és a képzőművészeink között. A művésztanáraink elismert művészemberek, akiknek kiállításaik vannak, ahova gyerekeket viszik, megismertetik őket ezzel a léttel, ezzel az életformával. Ide is várjuk mindazokat a fiatalokat, akik ez irányba éreznek bármilyen kedvet, és itt is az az igaz, hogy nem csak olyan fiatalok, nem csak olyan diákok szoktak jelentkezni rajztagozatra, akik később képzőművészek, rajztanárok szeretnének lenni, hanem olyanok is bizony, akik szintén óvónők, tanítónők, építészmérnökök, képzőművészeti továbbtanulás felé gondolkodnak,
Úgyhogy ez az egyik osztályunk mindig a 4 évfolyamos képzésen, a művészosztály. A másik osztályunk pedig egy informatika tagozatos, tehát az egyik része informatika tagozatos. Hát ebben benne van a nevébe, hogy milyen fiatalokat várunk oda. Azért ők már azért a reál érdeklődésűek, az informatika iránt, ami megkerülhetetlen a mai világunkba. Ehhez is mindenfajta képzést egyébként az alsó tagozat és a felső tagozat is megkap, tehát a mi saját diákjaink is, de természetesen külsős diákokat is nagyon szeretettel várunk az informatika tagozatra, akik úgy gondolják, hogy a továbbtanulási célként valamilyen informatika irányt céloznak meg. Itt hozzá kell tenni, hogy az egyetem nagyon nagy segítségünkre van ebbe a képzésbe például, mert rendszeresen járunk rendhagyó órákra a informatika tanszékre, rendszeresen kapnak a diákjaink tájékoztatót, hogy milyen lehetőségeik vannak a továbbtanulásra ezen a területen. A másik képzésünk, a informatika mellett ez a fizika tagozatunk. A fizika tagozatról is elmondom, szintén ugye egy reál tagozatos képzés. Ugye olyan fiatalokat várunk, akik mérnöknek, műszaki vonalra szeretnének tovább tanulni. Itt is elmondhatom, hogy a természettudományi karral azt hiszem példaértékű a kapcsolatunk. Tehát nagyon-nagyon sokszor hozzánk is jönnek le oktatók rendhagyórát tartani, bármikor nagy örömmel, nagyon szívesen látnak minket a tanszéken, rendszeresen visszük fel a gimnazistáinkat. Sőt, el kell mondani, hogy most évelején, ugye minden szeptemberben a iskolában van egy ilyen évindító túrának nevezett szombati napunk, amikor most idén úgy gondoltuk, hogy nagyon hamar meg kellene ismertetni a gyerekekkel a eszterházis életérzést, és ezért összefogtunk Tündével, úgyhogy alsótagozatosok, felsőtagozatosok és gimnazisták együtt barangoltuk be a egyetemnek az EGRI épületeit, úgyhogy mindenhol állomásokkal, vicces feladatokkal, a kicsik is, a nagyok is, mindenki a saját korosztályban megfelelő feladatokon keresztül ismerkedhetett meg az egyetem különböző részeivel. Úgyhogy visszatérjek a gimnáziumi képzésünkre, tehát a másik része az a fizika tagozat a osztályunknak, illetve van még egy tagozatunk, a normál tagozat, mert nagyon-nagyon sok olyan igény merült fel, ezt a normál tagozatot igazából tényleg a szülők igényei hívták életre. Aki még nem tudja eldönteni, hogy nyolcadikban, hogy mi szeretne lenni. Sok mindenben tehetséges, sok mindent szeret csinálni, sok mindenhez ért. Úgyhogy nekik legyen még 2 évük arra, hogy eldöntsék, hogy mi az, ami az ő útjuk lesz. Úgyhogy őket a normál tagozat felé várjuk szeretettel, ahol 9-10-be akár természettudományokból, akár matematikából, társadalomtudományból, idegen nyelvből egy általános képzést kapnak, és majd a 10. év után dönthetik el, hogy na akkor ezek közül melyik lesz az ő iránya a továbbtanulásra. Ugye említettem, hogy november 16-ára várjuk a kisgimnastáinkat a nyílt napra, és rá egy hétre, november 23-án, ez szintén egy pénteki nap, 10 órakor pedig a 4 év folyamos gimnáziumi képzésünknek lesz a nyílt napja. Fontos megjegyzendő dátumok tehát, a november vége nagyon sűrű lesz a gyakorlóban, és egy fontos dolog elhangzott, nem is biztos, hogy 12 évre, lehet, hogy többre választanak oktatási helyszínt a szülők, hiszen az egyetemi képzést is egy kicsit megcsillantottuk, szoros a kapcsolat ugyanis. Én köszönöm szépen, hogy erről beszélgethettünk, és nagyon sok sikert kívánok. A régi, jól megszokott, kiváló színvonallal mégis egy üde és új színfoltal ugye a képzési palettán. Köszönöm, hogy erről beszélgethettünk, és sok sikert a továbbiakban. Köszönjük szépen. Köszönjük. Immunhiányos betegségek, vérzékenység, többek között ezen betegségek kezelésében van nagy szükség a vérplazmából készült gyógyszerekre, hangzott el a Vaszkulár Plazma EGRI központjának megnyitóján. Az EGRI központ a sorban a 6., ide várják a vérplazmát adó donorokat. Az Eszterházy Károly Egyetem is a jó ügy mögé állt, és együttműködik a kezdeményezés megálmodóival. Nem vagyok orvos, mégis gyógyítok. Ilyen idézetek díszítik az újonnan megnyílt Vaszkulár Plazma EGRI centrumának falait. A létesítmény már a 6. a sorban, ahol a lelkes önkéntesek vérplazmát adhatnak.
A vérből kinyert plazma életmentő gyógyszereknek szolgál alapjául, mely számos súlyos betegség gyógyítására használható, a vérszegénység, véralvadási zavarok területén is nagy segítség lehet az érintettek számára. Az életmentő gyógyszerekből az EGRI Markot Ferenc kórházba is juttatnak. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy legyen a városban egy olyan egészségügyi központ, ami hozzá tud adni a város egészségügyi ellátásához egy jelentős értéket. Ez tulajdonképpen egy vállalkozás is, ami a város értékét is gyarapítja, és tudományos szempontból is egy nagyon fontos központ, hiszen Egerben egy olyan egyetem van, ami mellett mondjuk egy ilyen helynek van nagyon komoly tudományos létjogosultsága is. Magyarországon az érintettek szempontjából napi 5 donorra lenne szükség a szakemberek szerint. Annak érdekében, hogy minél több donor legyen, az Eszterházy Károly Egyetem is közreműködik a kampányban. Fontos önzetlenül adni, így ha egyszer úgy alakul, segítségre is számíthat az ember. Fogalmazott a megnyitón az egyetem rektora, dr. Liptai Kálmán. Adni sokféleképpen sok mindent lehet szeretetet, odafigyelés, gondoskodást. Ennek egyik nagyon speciális része, amikor a vérünket adjuk azért, hogy más emberek meggyógyulhassanak. Szeretnénk, hogyha a hallgatóink ezt is megtanulnák, hogy ez is egy fontos része a felnőtt életnek, és hát szeretnénk egy olyan együttműködést kötni, amiben az fog állni, hogy a hallgatóinknak adunk egy lehetőséget, hogy ide jöjjenek, és hát cserébe nem kérünk semmit, csak azt, hogy adhassunk. A központban korszerű, pihentető környezetben, fekvő helyzetben zajlik a plazmaferezis. A leendő donorokon előzetes időpontegyeztetés után végzik el a szükséges vizsgálatokat, így derül ki, alkalmasak-e vérplazma donornak. Az önkéntesek részletes tájékoztatást kapnak arról, hogy mire kell odafigyelniük a plazmavétel előtt, így például az elegendő folyadékbevitelre és a zsíros ételek kerülésére. Dr. Nyerges Judit, a vaszkulár plazma ügyvezetője bemutatta, hogy hogyan is zajlik maga a plazmavétel és a szétválasztás. Külön választja a vérplazmát a sejtektől, a vérplazma egy zsákban gyűli, a sejteket pedig ezen a rendszeren keresztül ugyanazon a tűn visszajuttatjuk a plazmaadóba. És ez a kör 10-12-szer ismétlődik, ami a kiránt mennyiségű plazma szemen gyűli. Magyarországon egyébként évente mintegy 50 ezer ember kap vért vagy vérkészítményt. Az utóbbi időszak tapasztalatai szerint pedig egyre több fiatal válik önkéntessé és rendszeres véradóvá. Donor minden 18 és 60 év közötti 50 kg-nál nehezebb ember lehet, aki megfelel az egészségügyi szűrésen. Közel 1000 hallgató, 3 fellépő, köztük Punani Masszív élő koncert, no meg jó kedv és báli hangulat, ezt ígéri idén is az Eszterházy Károly Egyetem összegyetemi gólyabálya, ezúttal Las Vegas hangulatát idézi majd az egyetem egyik legnagyobb hallgatói rendezvénye. Gellért Olivért szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, akivel mint szervező fogunk a gólyabálról beszélgetni. Szia, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy meghívtál. Na hát a gólyabál, azt hiszem, hogy nem csak az elsősök és a gólyák előtt tudva levő, hogy talán az egyik kiemelt hallgatói esemény és rendezvény, és ezt az is igazolja, hogy igazából már hetek óta a levegőben van, és mindenki várja ezt a báli rendezvényt. Hogyan készültetek rá, milyen nagy attrakcióval készültök, és hát magáról a témáról, a Las Vegas témáról is néhány szót ejtsünk. Honnan jött az ötlet, szokták ezt kérdezni, én is így teszek. Hát igazából ezt kijavítanám, hogy nem hetek óta, nekünk már hónapok óta levegőben van, mert körülbelül március óta szervezzük, ugye mint egy Punani Masszív, egy ilyen nagy fellépőt azért időbe le kell foglalni, mert elég szűkösek a szabad dátumaik. A Las Vegas téma lesz most idén, minden évben van egy ilyen téma, az mind a dekoráció, mind a dress code-on megmutatkozik. Tavaly Hollywood volt, jól emlékszem? Tavaly jégvarázs. Ja, jégvarázs, de volt vörös szőnyeges gólyabál is. Az a felezőbál volt. Jaj, tényleg, bocsáss meg, igen, de az is egy nagyobb hallgatói bál volt és rendezvény. És már ott is nagyon bejött ez a hasonló hangulat, gondolom, és erre építetek most ezúttal is. Nagyon tetszett ott is mindenkinek ez az amerikai kicsit fényűző és csillivillis téma. Gólyabál, tehát a gólyákat szólítjátok meg elsősorban, mi az, amire ők, tehát az első évesek készülhetnek ezen az estén? Hát elméletileg minden gólya itt válik teljes egyetemi polgárra, ugye a gólya szövegük elmondása után.
Egyébként még a gólyákon kívül ugye nyilván várjuk a felsőbbéveseket és minden egyetemi hallgatót. Idén a városiak felé is szeretnénk nyitni, mivel egy puneni masszív jön, tényleg azt gondoljuk, hogy a városiaktól is szép számmal fognak eljönni erre a bárra. Puneni masszívon kívül van még két fellépő, hiszen az imént is említettem, hogy közel 1000 látogató és 3 koncert és fellépő az, amit ígértek azoknak, akik jegyet váltanak a Gólya bárra. Kik lesznek még, akik fellépnek ezen az estén? Hát DJ Barta Zsolti, ő szerintem, aki volt már a Gólya bálunkon, ismerős lehet neki, a Tutti Frutti duóból a DJ. Ő nagyon jó bulikat szokott csinálni mindig, szerintem az összes hallgató szereti. Egyébként még a Puneni Masszív után lesz Zelená Krisztiántól egy másfél órás fellépés. Ő az igazi ilyen báli, mulatós hangulatot fogja elhozni nekünk. Mit jelent ez, hogy élő koncert a Puneni Masszív esetében? Tehát nagyjából mennyit vállaltak? Hány dal fér bele ebbe a koncertbe? Hát másfél órás koncert lesz, teljes stábból, teljes zenekarral érkeznek, tehát igazából mint egy fesztivál. Majd a helyszínen nyilvánvalóan mindenkinek egyértelmű lesz, hogy mitől is lesz Las Vegas-i ez az este, de azért amit lehet meg, amit szabad már így előjáróban, azt említsük meg, hogy miben merül ki az, hogy Las Vegas a téma. Hát annyira nem szeretném ezt lelőni, de egyébként hát mindenféle ilyen amerikai Las Vegas-os dekorációval készülünk, külön fotófal csináltunk erre az estére. Van dress code is egyébként? Hát alapból az elegáns dress code, de még ez teljesen nem forrott ki, hogy miben fog megnyilvánulni, de hamarosan ezt is közé tesszük. Vannak-e kiegészítő programok, programelemek a 3 koncerten kívül? Vár-e más program is az érkezőkre? Hát lesz nyitótánc, 2 féle, ezt még nem szeretném ezt is lelőni, mert meglepetés lesz, hogy milyen lesz ez a tánc. És hát a fergeteges hangulat még, ami biztosan lesz emellett. Fontos az, hogy ilyenkor mondjuk az egyetem vezetősége, illetve a hallgatók, a hallgatói önkormányzat találkozzanak összegyetemi, így hát gondolom nem csak az EGRI Campusról vártok érdeklődőket, látogatókat. Így van, már most így előzetesen is látjuk, hogy minden kampuszról érkezni fognak, kisebb-nagyobb létszámban, de egy ilyen 8-10-15 fő minden kampuszról el fog jönni, ha minden igaz. Az 1000 látogató egyébként a korábbi évek tapasztalataiból satszolható be, vagy ez egy olyan célszám, aminek már nagyon örülnétek? Hát az a szám, hogy nagyon örülnénk neki, hogyha ez sikerülne. Hát a tavalyi golyabálunk egy olyan 550-600 fős volt, de... Most ezt szeretnétek túlszárnyalni. Szeretnénk túlszárnyalni, és hát azért is hívtunk egy ilyen országosan elismert, hogyha nem a legelismertebb zenekar, aki segít nekünk ebben, hogy elérjük azt az 1000 főt. Mi a Gólyabál titka? Hiszen azt gondolom, bárkivel most megállnék és beszélgetnék, váltanék néhány gondolatot, és azt kérdezném, hogy melyik hallgatói eseményen vennének legszívesebben talán részt. Biztos, hogy a top 3-ban benne lenne, ha nem a legkedveltebb program a Gólyabál. Mi a titka? Miért ennyire kedvelt a hallgatók körében? Hát igazából mondhatom, hogy talán az országban az egyetlen Gólyabál, ami még tényleg ez a báli hangulat, hogy nem ment el ez a fesztivál los vonal felé, hogy 5-10 fellépő, DJ, és igazából tényleg ez a diszkós vonal, hanem vacsorával is készülünk, közel 450 vacsora jegyet próbálunk eladni, ennek már közel 75%-a elment egyébként. Néhány finom fogást meg lehet említeni, hogy mi az, amit kóstolhatnak az érkezők? Hát lesz konfitált marhanyak. Hát most így fejből... Szerintem ez bőven ez, elég igen, ahhoz, ez, hogy a kedves az... nézőknek is beinduljon a fantáziája, úgyhogy ez ígéretes menünek tűnik. Arról kérdeznélek, hogy a következő időszakban milyen más egyéb hallgatói rendezvényekkel készültök, hiszen természetesen most ez az elsődleges, és ez az, amire nagyon várjuk november 20-án, ugye? November 20-án. November 20-án a hallgatókat és a kedves egrieket, de
utána sem áll meg az élet, és az hallgatói önkormányzat azért dolgozik a háttérben Serényen. Milyen programokra várjátok még a hallgatókat? Hát most a következő, azt gondolom, elég nagy rendezvény a EGRI Campus hallgatói önkormányzat által szervezett kidobós kupa. Ez minden fél évben hát több száz hallgatót megmozgat. Nagyon kedvelik ezt a játékot. Egyébként még minden hát két hetente mennek a szokásos moziklubjaink, általában teltházas termek, tehát nagyon tetszik ez is a hallgatóknak, nagyon érdeklődnek. És elsősorban sikerfilmeket vetítetek, és arra van a nagy érdeklődés. Hát így van, mindig premier filmeket szoktunk válogatni nekik. És hogyan zárja majd a fél évet a hallgatói önkormányzat, az egyetemi hallgatói önkormányzat? Hogyan szokás egy nagy ívű munkát mondjuk lezárni egy fél év végén? Hát igazából december 11-én lesz a szemeszter záró buli, és hát az teszi ennek a fél évnek a pontot a végére igazából. Ez is nagyon jól szokott sikerülni, itt is több száz hallgató jön el arra a rendezvényre. Akkor sem pihentek, majd legfeljebb az év végén. Így van. Most akkor egy néhány mondatban átadnám a lehetőséget, hogy ajánld ezt a rendezvényt, tehát a Gólyabát a hallgatóknak, aki még nem döntötte el, hogy ott lesz-e, annak most egy kicsit tudunk segíteni. Így van. Hát mindenképp szerintem gyertek el erre a rendezvényre, mert hát az egyik, hanem a legnagyobb rendezvény ez az egyetemen, és tényleg megéri egy örökre szóló élmény ez az egész szerintem. Nagyon szépen köszönöm, Oliver, hogy eljöttél. A kedves hallgatóknak, meg az egyetem hallgatóinak is azt javaslom, hogy készítsék elő a legjobb táncos cipőjüket, és hát november 20-án találkozzunk a Gólyabálon. Roma kultúra, vendégszeretet és tradicionális ételek, ezekkel ismerkedhettek meg azok, akik részt vettek a Roma Cooking Night-on, az egyetem egészségházúti épületében. A már hagyományos gasztronómiai rendezvényt a Roma Szakkollégium szervezte. Az idei év Roma Cooking Night-ját dr. Hadnagy József, a Szakkollégium szakmai támogatója nyitotta meg. Őt kérdeztük arról, hogy szerinte mi az üzenete ennek az eseménynek, milyen célból rendezik meg évről évre. 7 évvel ezelőtt az első Roma Cooking Night-on, amikor azt gondoltuk, hogy valahogyan szólni kell az egyetemisták, akkor még főiskolások felé, akkor azt gondoltuk, hogy a hasukon vezet az út feléjük, és csináljunk egy olyan Roma Cooking Night-ot, ahol a roma gasztrokultúrát helyezzük a középpontba, és nem az lesz az érdekes, hogy most akkor eszünk, hanem az, hogy közösen eszünk, megismerjük azt, hogy a cigányoknak milyen hagyományos ételei vannak, megismerjük annak az elkészítési módját, hiszen előadások voltak, és utána egy jó közösségi élményt fogunk átélni. Tehát nagyon fontos, hogy együtt legyünk, és a különböző eltéréseket, másságokat, mindenféle azt így elfogadjuk, és ne ez legyen az érdekes, hanem az, hogy együtt tudunk lenni, és együtt tudunk szórakozni, együtt tudunk étkezni. Az ételek és gasztrokultúra mellett bemutattak kézműves termékeket is. Kerámiákat, vesszőből font kisebb tárgyakat, például kosarakat, toltartókat, kézzel szőtt szőnyegeket hoztak a Heves megyei Egyesített Szociális Intézmény lakói, melyről az egyik ott dolgozó mesél nekünk. Kiállításból, amit a gyerekek a fejlesztő foglalkoztatásban készítettek, tehát a kerámia műhelyt mutatjuk itt be, a kosárfonó műhelyt, a szövődében készült szőnyegeket. Az emberekhez a hasukon átvezet az út, ezért is ez a gasztroest, fogalmaztak a szervezők. A rendezvény ugyanakkor jóval többről szólt, az estet színes produkciók töltötték meg. Társas táncok, roma tánc, vidám zenék, versek gondoskodtak a jókedvről. Ez a program szerintem nagyon jó alkalom arra, hogy magyarok és cigányok együtt tudjanak enni, hiszen szerintem az étkezés az, ami a legjobban összehozza az embereket. Ezért is hoztuk létre annó, és úgy gondolom, hogy ezért is fontos ma is, hogy legyen egy ilyen program, ahol közösen eszünk, meghallgatjuk egyszerre mind a két himnuszt, kicsit közelebb kerülünk egymáshoz. A látogatóknak lehetőségük nyílt arra, hogy megkóstolják a legfőbb hagyományos romai ételeket. Volt az asztalon tészta, pörkölt, töltött káposzta és a méltán ismert kenyérpótló, azaz bodag is. A roma gasztrokultúrába Orsós Sándor vezette be az érdeklődőket.
olyan étel nincs, hogy cigány kaja, olyan nincs. Cigányos kaja van. Az csípősebb, kicsit fűszeresebb, és több. Bővítve van általában valamilyen anyaggal. Káposztával, tökkel, meg ilyesmikkel szokták bővíteni az ételeket, azért, hogy több legyen, mert ugye a szegénységből adódóan arra volt szükség, hogy minél többet tudjanak enni, minél kevesebb alapanyagból, és azok az alapanyagok, amik igazából nem kerültek olyan sok pénzbe, bab, káposzta, tök, azokat beletették olyan ételekbe is, amikben nem feltétlen kellett volna jeleket adó anyagként. Az estén szinte csak az evőeszközök csilingelését lehetett hallani, a vendégeknek elnyerte a tetszését a roma konyha kultúra. A töltött káposztát választottam a házi készítésű kenyérrel, nagyon tetszett, nagyon finom volt. A pörköltet most nem kóstoltam meg, viszont tavaly megkóstoltam. Habár az ételek hamar elfogytak, az estén a vendégek mégis sokáig maradtak, és érdeklődve figyelték egymás beszámolóit. Kedves nézőink, ez volt az Eszterházi Körkép, mely által betekinthettek az egyetemi mindennapokba. Jövő héten is várom szeretettel Önöket. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, viszontlátásra!